Kedves nézők, hétvégén rendezik meg Nyíregyházán az Aerobik Magyar Kupa harmadik fordulóját, úgyhogy ennek apropóján fiatal aerobikosaink érkeztek ide a Weekend stúdiójába, a Magyar D-Judit, a Flexitim Egyesület elnöke, és ugye hát a lányok most már azt hiszem, hogy gyakorlott aerobikozók is fel is fognak lépni ezen a hétvégén. Horváth Mira és Nagy Réka érkezett hozzánk. Sziasztok lányok! Nagy az izgalom így a hétvégi verseny előtt? Igen. Ez verseny? Vagy csak egy fellépést, ti hogy éditek meg? Verseny. Ez egy verseny. Látszik is, hogy be vannak a csajok feszülve. Föl lehet őket egy picit oldani így verseny előtt, vagy éppen ez a jó, hogy teljesen az utolsó kis sejtjük is vigyázzállásba várja azt, hogy végre dobogóra, vagyis pódiumra lépjenek? Igen, én nekem az a tapasztalatom, és nagyon remélem, hogy ez most is így fog történni, hogy előtte egy kicsit be vannak feszülve, hiszen szeretnék a legjobbat kihozni magukból, viszont abban a pillanatban, amikor beállnak és megszólal a zene, az már egy arra koncentrál, elveszi a figyelmét arról, hogy ő most stresszeljen. Inkább azt mondom, hogy kiadják magukból azt, amit tudnak, és amikor már lejönnek a színpadról, akkor már fülig ér a szájuk. Ugye egy-egy formációban rengeteg munkaóra van, és nagyon-nagyon sok edzés, és az az egy-két perc, amit látunk, az is általában a nézőknek jó nézni, mert azt látják, hogy csodaszép lányok, csinosak, fülig ér a szájuk, mosolyognak, de hát közben pedig ez borzasztó nagy meló, és is fáradnak. Általában mennyit kell készülni egy ilyen versenyre? Hát, lányok szerintetek mennyit kell? Ti hogy éltétek meg? Nagyon sokat. Tehát hány edzésetek nagyon van egy sokat. Héten? Egy héten két edzésünk van, még vannak most ezen a héten plusz edzéseink. Általában úgy szokott lenni, hogy egy héten kétszer két óra. És otthon, amikor hazamész, azért gondolom át kell akkor is gyakorolni ezt, amit csináltok. Tehát ez egy jó pár óra. Egyáltalán hogy találtátok ki, hogy ti aerobikozni fogtok? Kinek volt ez az ötlete? Mira, visszaemlékszel? Régen történt ez, amikor először jöttél edzeni? Mikor volt? Hány éve? Azt hiszem 2012-ben volt. Hát ez tényleg régen volt. Hát akkor te még mennyi? Még járni se bírtál, nem hogy aerobikozni. Hány évesen kezdted? Hát, 5 évesen. Gyors visszaszámlálás, 5 évesen. Akkor szóval gondolom, hogy édesanyádnak volt ez az ötlete, hogy valamit kezdeni kellene veled, és akkor pont erre a sportra esett a választás. És nálatok hogy volt? Nálunk úgy volt, hogy voltam egy táborban, és anyukám, mikor értem jött, látta, hogy ott tornázok, aztán mondta, hogy engem be kéne íratni valahova, és anyukám utána nézett, és mentem aerobikon, és megtetszett az ötlet, és jöttem aerobikozni. Ez is jó ötlet volt anyukád részéről. Hát gondolom, hogy ha délután 4-kor még azt látod, hogy tornázol, akkor gondolod, hogy ezzel a gyerekkel kezdeni kell valamit. Általában ezeknek a gyerekeknek ajánljátok ezt a sportot, akik tényleg nem tudnak magukkal mit kezdeni, vagy esetleg a lustább bacskák is elkezdhetik, mert valami módon javít a tartásukon, az egészségükön. Abszolút. Én nekem az a meglátásom, hogy két motiváció van. Az egyik az, amikor tényleg azt látja a szülő, hogy most már ezt a gyereket valamilyen sport felé kéne orientálni, illetve van a másik oldal, aki tényleg a tartásával szeretne egy kicsit foglalkozni ilyen foglalkozásokon, hogy foglalkozzunk vele, illetve ugye a maga a testalkatát is formáljuk, úgyhogy mind a két oldal bejön. A másik az oldal pedig az, hogy minél tovább ott tudjuk tartani az edzéseken. Egyszer csak elkapja a gépszi. Nyilván akinek a kis súlyával is esetleg probléma van, az átalakul, egyre könnyebben fogja tudni végrehajtani azokat a gyakorlatokat, és egyszer csak összeállnak egy olyan kis csapattá, akiket össze lehet rakni, és akkor együtt lehet mozgatni, és ugye ilyenkor barátságok kötődnek, közös kis programok jönnek létre, ami alapján én azt gondolom, hogy hosszú távon olyan kis programokkal, edzésekkel tudjuk ott tartani őket, ami nagyon-nagyon
fontos dolog. Gondolom, hogy te itt az elmúlt évek alatt azért láttad, hogy hogyan változnak tulajdonképpen gyönyörű hölgyekké azok a kislányok, akik elkezdenek edzeni, és a versenyeken is hogyan lesznek egyre profibbak. Ez a bizonyos Magyar Kupa, amelyet ugye most itt Nyíregyházán rendeznek, legalábbis a harmadik fordulóját, ez mennyire lesz nagyszabású, hogyan kell elképzelni, mi nézők ellátogathatunk-e erre a napra? Igen, gyakorlatilag ez egy országos verseny. Három forduló, az ugye ez alapján lehet bejutni a döntőbe. Ez a harmadik forduló nekünk azért is nagyon fontos, mert szeretnénk, hogyha a kis csapatunk benne lenne a döntős sök közé bekerülne, illetve ugye én azért tartom még nagyon fontosnak, hogy mi nyíregyháziak, akik érdeklődnek ez iránt, az sport iránt, akkor ki tudnak jönni a Continental arénába, belépőjegy is lesz diákoknak 600 és felnőtteknek 1000 forint, azok kijöhetnek és drukkolhatnak, megnézhetik, ugye ők is hazai pályán fognak szerepelni, én azt gondolom, hogy ez egy plusz lökés lesz számukra, és ez mindenképpen fontos nekünk, hogy ebben népszerűsítsük magunkat. Szerintem az aerobik azért évtizedek óta, Jane Fonda óta ugye töretlen, de hát rengeteget változott. Abszolút. Gondolom, hogy műfaji megkötések vannak, illetve sokkal szabadabb eszközökkel is dolgoztatok. Gyakorlatilag ti milyen ágát művelitek az aerobiknak, vagy egyáltalán lehet-e ilyet kérdezni? Igen, mindenkinek egyébként Jane Fonda jut az eszébe az aerobikról, pedig ennek semmi köze nincs ehhez. Valahonnan érdekes, hogy onnan indult, tehát az alaplépéseket igen lehet, hogy onnan apostrofálják, de most már egy olyan irányt vett, ami a tánc, a torna sportnak az egyvelegét jelenti, hiszen zenére végezzük a koreográfiát, ami lehet kötött, vagy lehet kötetlen. Viszont a kötelező gyakorlatok mindig a korosztálynak és mindig a kategóriának megfelelően kell megválasztanunk. Ők például challenge kategóriában indulnak, ez azt jelenti, hogy ez egy kötött koreográfia, viszont a térformát lehet ebben változtatni. Ennek az a nagyon-nagyon fontos eleme, hogy tanuljanak meg versenyezni, tanuljanak meg pontosan együtt működni a színpadon, tanulják meg azt, hogy milyen fegyelemmel kell ehhez hozzáállni, és nagyon fontos az, hogy együtt dolgozzanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nekik jól megy, és reméljük, hogy ebből a kategóriából akár tovább is tudnak majd lépni. Hányan vagytok ebben a kis formációban? Négyen, akkor. Egy olyan mosolyt szeretnék így végezetül, amivel majd kiálltok oda a színpadra. Hogy képzeljem el, milyen lesz ez az arckifejezés? 3, 2, és... Szóval akkor csillogó szemekkel, nagy mosollyal kívánunk nektek sok sikert, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.